Sziasztok! Én Gergő vagyok, és ez itt a Gergő TV. És most leteszteljük, hogy mi történik, hogyha a Pepsi-be rakunk Mentoszt. Sok olyan videót láttam, hogy Coca-Cola-ba tesznek Mentoszt, és hogy ez felrobban. De arról, hogy Pepsi-be teszünk Mentoszt, arról még... Hát arról kevés videót találtam, úgyhogy mi kipróbáljuk ezt. Na akkor lássunk hozzá. Először is fogjunk 2 poharat. Meg jöhet a Pepsi. Most mindkét pohárba töltöttem Pepsit, és akkor most jöhet a Mentos. Na, mi most... Ezzel az egy darabbal kezdjük, akkor 3, 2, 1. Ó, tényleg van hatása. Úgy érzem, ez még sokáig fog tartani. Hát, nos, igen. Tudjátok itt. Mint ahogy látjátok itt, hát nem robbant, mint a Coca-Colánál. De mindegy, jöhet a következő pohár. Itt a Mentos. Jaj. Na szóval, itt a Mentos. Azóta annak az egy darab Mentosnak még mindig van hatása. Na úgy, 10 darab Mentoson van, és ezt most be fogjuk tenni a Pepsibe. Hú. Hát, nagyon izgulok, hogy mi lesz ennek az eredménye. Na akkor 3, 2, 1. És kezdett folyni. Nagyon jó. Ja, van még egy darabom. Oké. El is kezdett kicsit füstölni. De... Jó van. Ennek az egy darab Mentosnak még mindig van hatása. De annak a 10 darabnak is. Most vettem észre, hát hogy a Pepsinek és a Mentosnak másmilyen hatása van együtt, mint a Coca-Colának. De mindegy. Ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, és ha szeretnél még ilyen videókat látni, akkor iratkozz fel. És nyomd meg a csengő gombot is, hogy minél hamarabb értesülj legújabb videóimról. Ciao! Na hát ennek már kicsikét elmúlt a hatása. De ez még mindig